A ma használatos traktorokat különböző csoportokba rendezhetjük be. A csoportosítás történhet funkciók szerint, a műszaki megoldások szerint és teljesítmény vagy vonóerő kategóriák szerint. Funkció szerint a traktorok lehetnek univerzálisak, több célú feladatra alkalmasak, lehetnek speciálisok, kertészeti, ültetvény vagy például szántó traktorok. A teljesítmény szerint a traktorok 10 és 250 kW közé több lépcsőbe rendezhetők be. Műszaki kivitelük alapján rendszerint a járószerkezet, a kormányzási rendszer, a munkagép kapcsolat szerint csoportosítják a traktorokat. Magyarországon a legnagyobb darabszámban használt traktorok a Minszki traktorgyár MTZ márka jelű típusai, amelyek a hazai traktorpark 70%-át teszik ki. Legelterjedtebbek ezek közül a 40 és 60 kW-os, 50 és 80 lóerős könnyű univerzális típusok. A legtöbb segéd mellső kerékhajtású kivitelben is készül. Előnyük az egyszerű felépítés, könnyű kezelhetőség és javíthatóság, valamint a megbízható üzemeltetés és viszonylag kedvező élettartam. Az újabb típusok egyre korszerűbb kivitelben, nagyobb méretválasztékban állnak rendelkezésre. Ezeket már magasabb komfort jellemzi. Az MTZ kibővült családja jelenleg 10 kW-tól 110 kW-ig terjed már. Népszerűek a hazai vásárlók körében a Zetor gyártmányú traktorok is, amelyek komfortosabb kivitelükkel, tetszetősebb formatervezésükkel és kisebb üzemanyagfogyasztásukkal hívják fel magukra a figyelmet. A csehországi gyárban gyártott Zetor traktorok 30 és 80 kW motor teljesítmény között sokféle változatban egyre korszerűbb kivitelben készülnek. A Szlovákiában gyártott Zetor traktorok pedig 70 és 120 kW közötti teljesítmény kategóriába sorolhatók be. A nagy traktorgyártók közül Magyarországon a New Holland Fiat Agri traktorai legismertebbek.
A Fiat Agri minden feladatra és sokféle változatban gyárt traktorokat. A traktorok családelven épülnek fel, motor teljesítményük 26 kW-tól 175 kW-ig terjed. A kisebb teljesítményű kategóriába tartozik a 4566S típus, amely kis gazdaságok mindenes erőgépeként is jól használható. A 6566-os ültetvényeken és kertészetekben használható ki sok célúan, egyszerű felépítés, kedvező teljesítménykihasználás, sok célú alkalmazás jellemzi a traktort. A 70-56-os típus könnyű univerzális traktor, a szántóföldi munkákhoz lett kialakítva kiváló ápoló traktor. A 80-66-os típus már a nagy üzemek követelményeinek is megfelel. Sok célúan használható ki a 80 kW-os 110-90-es traktor nagyfokú univerzalitása révén. Árokpartok tisztítására vagy szerves trágya terítésére is jól alkalmazható. Nagyobb 103 kW-os motor teljesítményével a nehezebb talajmunkákban is jól használható a Fiat Agri 140-90-es traktor. Ebben a családban a legnagyobb teljesítményű családtag a Fiat Agri 180-90-es típus, amely egy igazi, nehéz univerzális traktor. Magasabb komfort, a vezető súlyához, méretéhez beállítható ülés és kormányoszlop, a kezelőelemek praktikus elhelyezése, külső hidraulika működtetés teszi a traktor kezelését és irányítását könnyebbé. Thank you.
A legkorszerűbb konstrukciós elveken épül fel a New Holland Fiatagré legújabb L, M és G sorozatú traktor családja. Korszerű motorok, új terhelés alatt is kapcsolható sebességváltók, fedélzeti elektronika és elektronikus hidraulika vezérlés jellemzi a traktorokat. Melső függesztő berendezés és TLT hajtás is részei az új családnak. Az L85-ös traktor a farmer kategóriában egy könnyű univerzális megoldást kínál. Az M160-as már a 118 kW-os motor teljesítményével a nehéz univerzális kategóriában az energiaigényesebb munkaműveletekre is alkalmas. A G240-es egy szupererős, de még mindig univerzális, 176 kW-os elektronikus vezérlésű sebességváltóval szerelt típus, magas komforttal, tartós üzemelésre, nehéz talajmunkákra is jó megoldást kínál. Az egyszerűen nyitható motorburkolat, a vezetőhöz állítható ülés, kormány és kezelőpult csak a legkorszerűbb konstrukciókra jellemző. A tartóságukról és megbízhatóságukról híres John Deere traktorok is fontos részét képezik a hazai traktorparknak. A legújabb 6000-es, 7000-es és 8000-es sorozatú John Deere traktorok a legkorszerűbb traktorépítési elveket hordozzák. A 6000-es család úgynevezett alvázas konstrukció szerint készül, több mint 20 féle változatban, 50 és 100 kW közötti motor teljesítménnyel. A 7000-es család 100 és 135 kW közötti, míg a 8000-es 140-184 kW közötti motor teljesítménnyel készül. Magas nyomatéki rugalmasság és teljesítménytartás jellemzi a motorokat, terhelés alatt is kapcsolható, részben automatizált sebességváltók tartoznak a traktorokhoz. A kivételes igénybevételekre és tartósságra készülnek ezek a traktorok. Sok célúan használható a szántóföldi munkák mellett szállításra és rakodásra is. Erős melső híd, könnyű kormányozhatóság is előnyükre mondható. Kedvező paraméterekkel rendelkeznek a hazánkban üzemelő kéz IH traktorok is. A legelterjedtebb Magnum család 7230 és 7240-es tagjai kiválóan alkalmazhatók az energiaigényes szántóföldi munkák során.
színfoltjai a hazai traktorkínálatnak a korszerű Valmet traktorok, amelyek kisebb teljesítményű változatai, 33-60 kW motor teljesítménnyel készülnek. Nagyobb 6000-es és 8000-es sorozatú traktorok a 65-140 kW teljesítmény kategóriába sorolhatók. A Valmet a könnyű és közép-nehéz traktor kategóriákban van jelen Magyarországon. Megbízható, jól terhelhető, energiatakarékos, sziszú motorok, erős hidraulika, magas kezelési és vezetési komfort jellemzi a Valmet traktorokat. Szállítási üzemben is jól használhatók. Külön csoportját alkotják a traktorparknak a csuklós kormányzású nehéz szántó traktorok. Kiváló kapaszkodó képesség, nagy vonóerő kifejtés, újabban nagy teljesítményű TLT tartozik ezekhez a traktorokhoz. A nehéz és különleges talajokra korábban is széles körben elterjedten használt lánctalpas traktorok mellett megjelentek azok gumihevederes járó szerkezetű változatai és új fejlesztéseik. Talajkímélés, jó vontatási tulajdonság, nagy haladási sebesség, nagyobb univerzalitás jellemzi ezt a traktor kategóriát. A modern traktorok legkorszerűbb konstrukciós megoldásai a trakok, amelyek rugózott futóművel és rendkívüli univerzalitással rendelkeznek. A különleges traktorok közé sorolhatók a Mercedes Unimog terepjárók mezőgazdasági változatai, amelyek a kifejezetten nagy vonóerő kifejtést igénylő mezőgazdasági munkákon kívül a legtöbb technológiai művelet elvégzésére alkalmasak.